Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Televízió nézőit. A mai napon Máté evangéliumának egy részletét olvasom. Amikor Jézus Fülöp Cezareájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Így válaszoltak, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik másik profétának. Jézus most hozzájuk fordult. Hát ti mit mondotok, ki vagyok? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Én is mondom neked, te Péter vagy, és erre a sziklára építem egyházamat, és az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyekország kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. Pünköstkor, a tegnapi nap azt ünnepeltük, hogy a harmadik isteni személy, a Szentlélek eljött közénk, és igazából azért jött el, hogy a mi életünkben segítségül legyen számunkra, hogy azt az üzenetet, amelyet Jézus hozott, minél jobban meg tudjuk élni az életünkben. És hogy erre milyen is ez az élet, választ tudjunk adni, figyeljünk oda arra a kérdésre, amit Jézus az apostoloknak tesz föl, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát. A válaszok, amelyet az apostolok megfogalmaznak, azok tulajdonképpen a szokásos messiási válaszok, hogy talán Keresztelő János föltámadt a halálból, talán eljött Jeremiás, talán eljött Illés, és igazából Péter az, aki egészen másképp fogalmazza meg, aki azt mondja, hogy te Krisztus vagy, az élő Isten fia. A Krisztus szó maga is a zsidóság életében messiást jelentett, hogy igazából az Isten fölkentje eljött közénk, de Péter tovább folytatja ezt a mondatot, és azt mondja számára a Jézusnak, hogy az élő Isten fia vagy. A zsidóság akkor használta az élő Isten szót, amikor a Jávéről, a szövetség Istenéről beszélt. Ők nagyon világosan megkülönböztették, hogy a bálványok és mindenféle más elképzelt Isten, az halott Isten, egyetlen élő Isten van, aki a szövetség Istene, aki azért kötött szövetséget, hogy segítse népét. Hogy ezt valamilyen módon egy képpen megvilágítsam, annak idején tanítványaim elhozták, akik vak fiatalokkal segítettek a tanulásba, őket a budapesti piarista fizikumban, akkor én fizika szertáros voltam, meg fizikát tanítottam, és azt kérték, hogy mutassak be nekik kísérleteket. Hát a pesti fizikumban rengeteg olyan eszköz volt, ami valamilyen hangot kiadott, berregett, vagy zakatolt, vagy egyáltalán sípolt, vagy egyáltalán mindeneket előszedtem, és bemutattam ezeket a kísérleteket, utána vak fiatalok kézbe vették, és fantasztikus, finom mozdulatokkal körbejárták, hogy képük legyen ezekről az eszközökről, aminek a hangját hallották. És amikor elég sok kísérletet bemutattam, akkor utána megkérdeztem, hogy van-e valami kérdésük. És akkor az egyik gyerek föltette a kezét, és azt mondta, hogy tanár úr, beszéljen nekünk a fényről. És akkor hirtelen belesápadtam, bár ők ezt nem látták, és eszembe jutott az, hogy rengeteg kísérleti eszközöm van a fizikumban, de igazából egyiket se tudom használni. Ezeket hiába mutatom be, számukra érdektelen lesz. És akkor dadog, és nem tudom elmondani azokat a sztereotípiákat, vagy azokat a tudásomat nagy részét se, amit a diákoknak el szoktam mondani az órán, mert alkalmatlan, ők ezt nem tudják. És nagy nehezen elkezdtem beszélni, és akkor ők kérdeztek, és talán egy kicsit többet tudtak meg arról a fényről, hogy milyen csoda az, hogy az átló ember életében a fény jelen van. És tulajdonképpen valahogy ezt a csodát kell megélni, amikor nekünk is választ kell adni, hogy hát ti kinek tartjátok Jézust. Kinek is tartom én Jézust? Két idézetet szeretnék ebben kapcsolatban felolvasni. Vas István költő írja, az én szememben
mindennek, ami személyiség, Jézus személye a vértelmet, jogosultságot és remény. Én azért lehetek én, mert Jézus ő volt. Élni azért nem szégyen, mert Jézus élt. És szenvedni azért nem gyalázat, mert Krisztus kínhalált halt értünk. Tolnai Klára színművésznő így válaszol erre. Kérdés számomra frivolnak tűnik. Zavarba hoz, hogyan lehet választ úgy megfogalmazni, hogy pontosan fedje azt, amit őrzök és élek magamba. Én csak néhány sort tudok mondani, de mögötte világok vannak, vízesések, szakadékok, északi sark és egyenlítő. Jézusom, titkom, erőm, bűntudatom, kegyelmem és föltámadásom. Én úgy gondolom, hogy legyen mindjárt ez. Amen.